Tisztelettel köszöntöm kedves nézőinket. Adásunk vendége Szilágyi Katalin, középiskolai tanár, mentálhigiénikus. Jól mondom, így van? Így van, tökéletesen. És azért hívtuk meg most a stúdiónkba a Katát, mert szeretnénk, hogyha elmondanád, Kata, nekünk, megmagyaráznád nekünk is, illetve a televízió nézőknek, hogy milyen következményei, milyen hatásai lehetnek ránk mentálisan elsősorban annak, hogy ugye március 28-ától kijárási korlátozás van érvényben, illetve hát ugye ez az egész helyzet, amibe került nem csak hogy az ország, hanem Európa is, már a világ, hiszen egy világjárványról beszélünk. Tehát akkor az első kérdésem az mindjárt az lenne, hogy milyen következményei lehetnek ennek a korlátozásnak, magának, annak a ténynek, hogy keretek közé vagyunk szorulva. Köszönöm szépen a meghívást először is, én is köszöntöm a kedves nézőket, és hát ez egy rendkívüli helyzet. Nem találkoztunk ilyennel szerintem csak filmekben, és mint egy nagyon-nagyon rendkívüli helyzet, ez stresszt okoz a szervezetünknek, és mindenki úgy éli meg. Akkor is, ha tagadásban vagyunk, akkor is, hogyha kicsit később hat ránk, akkor is, hogyha szépen tudomásul vesszük. Az igazság az, hogy nem érdemes most ebben a helyzetben se politizálni, semmi olyan helyzetbe belemenni, ami még inkább feszíti a húrt, hanem tudomásul kell venni a tényt, hogy be vagyunk zárva egy szűk térbe. És ez a szűk tér lombik hatásként fog működni, fel fogja erősíteni a jót is, meg a rosszat is. Nos, az ember szervezete egyébként ahhoz van szokva, hogy feldolgozza a stressz hatást. Egyébként ez egy tanulási folyamat is lehet, nem tudjuk elkerülni életünk során a stresszt, mondjuk erre senki nem gondolt volna, hogy ilyen helyzetbe kerülhetünk. A napi stressz az a napi rutinunkban is benne van, és tudjuk kezelni. Nos, általában a férfiak és a nők másként állnak ehhez a stresszhez, és vagy bármilyen stresszhez. Mi nők egy kicsit érzelmi oldalról közelítjük meg a megoldást, a férfiak pedig fogjuk meg is vigyük, és tegyük a dolgunkat, vagy pedig abszolút tagadásban vannak, de ők egyébként racionálisabban állnak a dolgokhoz. Egyszerűen így van kódolva az agyunk, a férfiaké és a nőké. Nos, a stressz az egy olyan folyamatot vált ki a szervezetünkben, amit, hogyha nem fogunk tudatosan kezelni, akkor szomatikus tünetekkel is fog járni, és meg fog betegíteni bennünket. A stressznek van két fajtája, ami jó stressz, és ami rossz stressz. Ha végig gondolod a saját életedet, vagy bárki a nézők közül végig gondolja az életét, hogy mi volt a nagyon picike és a nagyon hatalmas stressz, és hogyan reagált rá, akkor biztos van mindenkinek valami kialakult rutinja. Amikor a gyerekekhez jártunk előadást tartani, és ugye korábban beszélgettünk róla, a gyerekeket is felkészítettük erre, hogy milyen várható stresszfaktorok vannak az ember életében, és hogyan lehet ezt kezelni. És akkor, amikor ér bennünket ez a sok, akkor megengedhetjük magunknak például azt, hogy sírjunk egyet, vagy üvöltsünk egyet, mert az csökkenti a feszültséget. De mindaddig nem leszünk túl a vészhelyzeten, amíg nem úgy tekintünk erre a stressz helyzetre, mint megoldandó feladatra. És ha eljutunk arra a szintre, hogy ezt az adott szituációt mi nem stresszként éljük meg, hanem megoldandó feladatként, akkor már nyert ügyünk van. És hogyan lehet eljutni idáig? Tehát mit kell tennünk annak érdekében, hogy feladatként tudjunk erre a helyzetre tekinteni? Már az előbb említettem ezt a kifejezést, hogy napi rutin. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy napi rutint alakítsunk ki. És az is fontos, hogy hogyan alakítjuk ki ezt a rutint, és hogy mit iktatunk be. Rengetegen szorulnak most ugye arra, hogy otthonról dolgoznak, gyerekek otthon vannak, férfeleség, gyerekek együtt. Én is azt mondtam korábban, hogy úristen, hogy lehet egy munkahelyen férfeleség, hogy tulajdonképpen 0-tól 24 óráig dolgoznak, de azért az mégiscsak nagyobb mozgástér volt, mint most a négy falon belül. Azt javaslom mindenkinek, hogy úgy állítsák föl a napi programot, vagy a sajnos úgy néz ki, ugye, hogy hetekre, hónapokra így kell berendezkednünk most, hogy minél kisebb
káros szövődménye legyen ennek az egésznek. Úgy kell kialakítani, hogy bele kell tenni olyan terveket, amik a napi munkával kapcsolatosak. Kell beletenni olyan tervet, ami nem a napi munkához kapcsolódik, és nem is az eddig megszokott hétköznapi élethez, hanem ami egy kicsit kizökkenti a hétköznapokból, amit eddig még nem tett meg, ami egy kicsit kalandosnak tűnik. Tudom, hogy ez egy kicsit ilyen rózsaszínű dolognak tűnik, hogy én azt mondom, hogy kalandot keresni bent a négy fal között, de lehet kaland az is, hogy olyan zenét hallgat, amit eddig még soha életében nem, olyan filmet néz meg, amit még eddig soha életében nem, olyan könyvet olvas, amit eddig halogatott, és még soha nem. Egyetlen egy dolgot kell tenni, nagyon fontos, hogy ne szomorú dolgokat tegyünk, és ne szomorú hangulatú filmeket nézzünk, ne szomorú hangulatú zenét hallgassunk, hanem tudatosan irányítsuk magunkat úgy, hogy a lehető legvidámabban töltsük ezeket az órákat és napokat. A beszélgetésünk előtt ugye említettem, hogy nagyon fontos az, hogy az örömközpontunk, ami az agyunkban van, az teljesen aktív legyen, hiszen ha az örömközpontunk jól működik, és mi boldogok vagyunk, akkor az immunrendszerünk is jól működik, és ez is védettséget jelent. Tehát, hogyha most humoristákat nézünk a tévében, és vicceket olvasunk, és vicceket mesélünk, vagy nagyon izgalmas, vicces társasjátékokat játszunk családilag, akkor az mindenképpen segít. És segít abban, hogy talpon maradjunk. Ha beszélgetünk egymással, akkor soha nem szabad a múltba a rosszakra visszatekinteni, hanem inkább előrevaló, tehát a jövőt érintő beszélgetéseket kell folytatni, és hajrá, lehet álmodozni. Lehet arról álmodozni, hogy milyen lesz majd a nyaralás, hova megyünk el, mit csinálunk, mit főzzünk, mi lesz a legjobb, a gyerekeim, hogyha férhez mennek, akkor mi zajlik majd, és tessenek szíves a jövőre vonatkozó terveket, nagyon sok tervet szőni és összerakni. És ami még nagyon fontos, hogy a fizikai aktivitás. A fizikai aktivitás. Vannak relaxációs módszerek, de most ne erőltessük ezt, mert azt fogja mondani valaki, hogy nagyon feszült vagyok, és nem tudok most ellazulni, hagyjanak már békén engem, miközben aggódok a gyerekemért, közben meg úgy néz ki, hogy elveszítjük az állásunkat, és a többi, és a többi. Az emberi szervezet nagyon jól van összerakva, tudósok bebizonyították, hogyha megfeszül az izmunk, és feszíteni, de nagyon-nagyon tudunk, feszült helyzetben nagyon-nagyon tudunk, még feszültebbekké válni, akkor utána a lazítás következik. Tehát, hogyha otthon csinálunk néhány olyan fizikai gyakorlatot, ahol megfeszülnek az izmaink, akkor már segítettünk magunkon. És ezt, ha szintén betesszük a napi rutinba ezt a kis fizikai mozgást, ami ott van, lehet 5 perc, 15 perc, kinek mennyire van ideje, de tudatosan be kell építeni a programba, akkor az már nagyon jó. És akkor még egy nagyon fontos dolog, amit végig nagybetűvel mondanék, a kapcsolat. Hogy az emberi kapcsolatokat ápolni. Családon belül is. Ha esetleg van egy kis konfliktusforrás, akkor most ne ebben a feszült helyzetben próbáljuk meg megoldani, mert az nem lesz jó, mert mondtam, hogy ebben a lombik hatásban a jó is, meg a rossz is fel fog erősödni. Hagyjuk. Tervezzük azt meg, hogy na, szívem, ha ezen túl leszünk, akkor megbeszéljük, de most koncentráljuk erre. Tehát mindig erre az adott helyzetre, a jövővel kapcsolatban pedig csak pozitív terveket szüljünk. Hívjuk fel a szeretteinket, tehát azért interneten, telefonon keresztül van lehetőségünk kapcsolatot tartani, és mindig csak a pozitív dolgokat hozzuk ki belőle a beszélgetés során is, és ne próbáljunk meg most már régen felszínen lévő komoly problémákat megoldani. Most, ahogy így beszélgetünk, ugye javarészt családok voltak itt a szóban. Mi a helyzet azzal, aki mondjuk egyedül él? És tehát nyilván ugye két ember már eleve beszélget, kommunikál bármiről, aki még azt sem teheti meg, mert nincs, akihez szóljon, vagy aki egy kedves szót mondjon neki, vagy bármit egyáltalán, ők mit tehetnek? Igen. Hát azt szeretném mondani, hogy azért ők egy kicsit rutinosabbak ebben most, mert ugye korábban már ők egyedül voltak. Viszont, ha kimentek boltba, tehát akkor ott az emberi kapcsolatokat tudták ápolni. Én tudom saját helyzetemből fakadóan, hogy ha én elmegyek a boltba, amit én mondjuk egy
20 perces rövid bevásárlásnak tervezek, lehet, hogy 2 óra hosszáig is távol vagyok, de nem azért, mert hogy boltról boltra járok, hanem azért, mert találkozok ismerősökkel, és olyan jó az, amikor váltunk egy-két szót régi ismerősökkel is jó dolgokról. Na most, akik egyedül vannak, azok most ebből ki vannak zárva, mert ugye ezt a 2 méteres távolságot azért tartani kell, és most nem az a helyzet, hogyha kimegyek a boltba, akkor összefutok az ismerősökkel is, tudok beszélgetni. Ráadásul ez is ugye időkorláthoz van kötve most, hogy mennyi ideig tudunk a boltban lenni, ki korosztálynak megfelelően ki mikor tudott lenni. Én azt javaslom, mivel a természetbe ki lehet menni, hogy menjenek ki minél többet, és próbálják meg élvezni azt, hogy süt a nap, próbálják meg azt élvezni, hogyha most éppen hűvösebb az idő, és minden egyes napban valami olyat keresni, ami jobb volt, és még jobb volt. És megtervezni a következő napot úgy, hogy az hozzon megint egy olyan célt a következő nap, ami feltöltődést jelent. Próbáljanak meg olyat keresni, olyan elfoglaltságot, ami még eddig nem volt. Nagyon divat lett most, hogy kenyeret sütnek otthon, és büszkén töltögetik föl a kis sült, frissen sült kenyeret, a képeket, és örömet okoz nekik. És akkor én azt javaslom, tudom, például ugye az én szüleim, ők hála Istennek együtt vannak, de nem működik náluk az internet használat, csak a segítséggel. Tehát én azt gondolom, hogy van az a korosztály, akiknek hiába mondom, hogy az internet adta lehetőségek, de azért hát a telefon van, ha részt tudnak venni ezekben a kis aktív játékokban, ugye, amiket elindítanak, és lehet hallani, hogy tapsolnak este 8-kor, hogy mégis érezzék azt, hogy közösséghez tartoznak. Az nagyon jó. Én azt gondolom, hogy ilyet a sétát, a természetet, azt mindenképpen be kell iktatni, és az valamennyire a természet, valamennyire tudja pótolni azt, hogy emberi kontaktus van, vagy nincs. Nagyon érdekes, hogy említette az én... Tehát még egyszer. Nagyon érdekes, hogy említetted az internet adta lehetőségeket. Ugyanakkor szeretném kérdezni, hogy és már korábban beszéltünk az internet veszélyeiről, tehát manapság fellép az ember az internetre, és szembe jön vele rengeteg álhír, rengeteg rémhír, ijesztgetik az emberek egymást, van, aki önmagát, van, aki ebből már sportot űz, osztják meg felé ezeket a híreket, hogy nem tudom hányan haltak meg mindent. Mit lehet tenni? Tehát hogyan tudjuk ezeket megszűrni úgy, hogy ezeket a tartalmakat viszonylag zárjuk ki, vagy hogyan szelektáljunk, mire koncentráljunk? Igen. Hogy az már korábban is említettem, nagyon fontos tényleg, hogy csak a jóra fókuszáljunk. Nem kell eltemetni az információt, tehát nem azt mondom, hogy ne vegyünk tudomást erről a helyzetről, sőt, vegyük nagyon komolyan. De tényleg zárjuk ki az életünkből azt, hogy gyakorlatilag én megmerem kockáztatni, 5 percenként jön, vagy innen, vagy onnan a negatív dolog. Hol mennyien haltak meg, milyen veszélyforrásai vannak, hol vitáznak róla, kit zártak karantén, vagy hány embert, melyik országot érintette, milyen híres ember halt meg, vagy fertőződött meg. Én azt mondom, hogy ezeket le kell a lehető legjobban szűkíteni. Ha ott ülünk a gép előtt, ugye tudjuk, hogy feldobja. Nem kell elolvasni, át kell lépni, át kell lapozni rajta, és meg kell keresni azokat, amelyek erre, azokat az információkat, azokat a képeket, azokat a kis bejátszásokat, amelyek erre a helyzetre alakultak ki, és vidámmá teszik. Olyan stand-upos kis videók vannak, hogy hihetetlen, ami humort csinál az egészből, és meg kellene tanulni humorosan felfogni ezt a helyzetet addig, amíg lehet. Úgy vagyunk egyébként mi emberek kódolva, hogy amíg bennünket nem érint igazából, addig nem is akarunk tudomást szerezni róla. Hallottam, hogy meghalt, de hát nem az én rokonom, hála Istennek. Hallottam, hogy elveszítettem munkáját, de nem az én rokonom, hála Istennek. Hallottam, hogy abban az országban járvány van, de nem a mi országunkban, hála Istennek. De itt van,
itt van közöttünk, és nem tudhatjuk, hogy mikor és hogyan leszünk érintettek ebben az egészben, és én azt gondolom, hogy most arra kell koncentrálnunk, hogy hogyan tudunk segíteni, hogyan tudunk túlélni, hogyan tudunk egymásnak olyan közeget, olyan szituációt teremteni, hogy még könnyebb legyen és még jobb legyen. Én azt mondom, ha nem egyedül él valaki, akkor ugye családon belül a testi érintés, a simogatás, az ölelés, a puszi, a csók, az mind olyan, ami szeretettel teli, és mind az immunrendszert erősítő történet. És én azt hiszem, és tudom is, mert hogy ez így van, hogyha ezt a közeget mi tudjuk biztosítani a négy fal között, akkor védettek leszünk, és megvédjük a távolabb lévő szeretteinket is, vagy azokat, akik egyedül élnek, mert hogy akkor a fertőzés veszélye is sokkal kisebb lesz. Ezt tudjuk most tenni, és erre kell koncentrálni. Minden olyan negatív tartalmat, ami bennünket lehúz, akár híradó, akár hír, akár kép, akár zene, most mindent ki kell zárni a lehető legjobban az életünkből. A diák, tehát van-e vajon megoszlás olyan tehát életkori tekintetben? A fiatalok, a diákok könnyebben veszik ezt a fajta bezártságot, mint az idősek? Vagy esetleg pontosan, mivel ők ebben szocializálódtak, hogy ugye lehet menni bármikor, bárhová, nekik a nehezebb? Hogyan látod ezt? Hát most nehéz dologra kérdeztél rá, mert az online tanítással ugye arra ösztönöznénk őket, hogy a tanítási időben, órarendi órán ott üljenek. Mára már minden iskolában felmérték a lehetőségeket, hogy a gyerekek, de a legtöbb egyébként okostelefon birtokában van, és mindegyiknek van módja, vagy az esetek nagy többségében tényleg nagyon minimális számot tekintve nem, a nagy többségben lehetősége van ott ülni. Nagyon kevesen veszik tudomásul, hogy tulajdonképpen folytatódik a tanítás. Vannak olyanok, akik komolyan veszik, és azt is, hogy utána nem lehet kimenni. Én szomorúan vettem észre, tegnap is, tehát ha kint vagyok az utcán, nyilván nem tanítási időben ezt a beszélgetést is ezért szerveztük ilyenkorra, hogy csapatostól vannak a gyerekek, és a Spár parkolójában motoros gyerekek beszélgetnek, haverkodnak. Tehát én azt érzem, hogy egy kicsit ők még homokba dugott fejjel vannak, és nem érzik a súlyát. Talán úgy érzik ők ezt még, mint egy iskolai szünetet. És hogy jó, hát van némi feladat, megtesszük, amit meg kell, de délután találkozunk a haverokkal, elmegyünk ide-oda, és pont mielőtt jöttem, beszélgettem egy anyukával, és azt mondta, hogy ha otthon van a fia, mindent tökéletesen csinál, és annyira patentul a házi munkában részt vesz, akkor elkezdi a házi feladatot csinálni, de ha dolgozik, akkor kimegy otthonról, és egyszerűen nem tudja, hogy tartsa bent. Nagyon-nagyon nehéz, mert ezek a gyerekek igazából hozzászoktak a szabad élethez, és azt hallom vissza, hogy jaj, bárcsak iskola lenne. Tehát nagyon nehezen viseli a gyerekek ezt a bezártságot. Szerintem tényleg sokkal jobb körülmények voltak az iskolában, mert hogy ott azért sokkal nagyobb szabadság volt. Kellett tanulni, de találkoztak a barátokkal, volt idő még ugye otthonról az iskolához, elmentek az iskolából haza, szünetben a barátokkal voltak, és ez nagyon-nagyon-nagyon kemény próbatétel nekik. Szerintem lassan jut el oda minden fiatal, hogy tudomásul vegye, hogy ez most nem iskolai szünet, és tényleg bent kell maradniuk. És most eljön annak az ideje, hogy társasjátékoznak a gépen, hogy ki otthonról, és játszanak. Most van itt az ideje ennek igazából. Ez ugye egy viszonylag belátható időtartam, ez a néhány hét április 11-éig szól ugye. Addig hatályos jelen pillanatban ez a rendelkezés. Hogyan szervezzük át az életünket, hogyha esetleg ezt meghosszabbítják, vagy ne adj Isten olyanra kerül sor, hogy még szigorúbb rendelkezések lépnek életbe? Hogy tudunk ehhez alkalmazkodni?
A kulcs szó az ugyanaz, vagy a kulcsmondatok és a fontos információk ugyanazok, mint amiket eddig elmondtam, hogyha ezt a napi rutint kialakítjuk, és ráhangolódunk arra, hogy így éljük az életünket, és a lehető legvidámabb formában. Én például most, Isten látja a lelkemet, nem szeretek kártyázni, majd nem szerettem kártyázni, és most úgy döntöttem, hogy itt az ideje, hogy megtanuljak kártyázni. és kerestem magamnak egy olyan elfoglaltságot, ami tőlem távol álló dolog volt, és teljesen kezdem megkedvelni. Igaz, hogy még nagyon gyerekcipőben jár a történet, de így hagytam magamnak időt. És akkor azt mondom, hogy ma is egy kicsit, holnap is, és akkor majd szerzek rutint. És akkor, hogyha az ember talál ilyen elfoglaltságot a kötelező feladatok mellé, mert ugye a munka, a házi munka, az otthoni rutin, azt ugye azért csak megtesszük, akkor sokkal könnyebb lesz, és lesz egy kis sikerélmény is. És akkor néztem a könyveimet, hogy mit szeretnék olvasni, és a gyerekem mit kér tőlem számon, hogy na, akkor azt már mikor olvasod el, akkor azt is elővettem, és hozzákezdtem, hogy akkor most annak is itt lesz az ideje. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon brutális módon képesek vagyunk alkalmazkodni, és erre büszkének kell lenni. A testedzést is be lehet iktatni, nem kellenek hozzá eszközök igazából, csak a saját akaratunk és a saját tudatunk, és hogyha ezt úgy vesszük elő, hogy megoldjuk azt a helyzetet, és büszkék leszünk arra, hogy tudtunk alkalmazkodni azokhoz a körülményekhez, amiket mi csak filmen láttunk, és el sem tudtunk képzelni. Ez, tehát a második világháború idején, vagy bármikor, amikor menekült, a pincében élt, nem tudom, másfél évet is, négy fal között, és utána még élte az életét, ő is kialakította a napi rutinját, és túlélte a dolgokat úgy, hogy esetleg még nélkülözött is, és tényleg az emberi kapcsolatokat nélkülözte, az élelmet nélkülözte, és sanyarú körülmények között volt. Hála Istennek, nekünk azért megadatik az, hogy tudjunk enni, tisztálkodni, és kapunk egyfajta támogatást innen, onnan, amonnan, és remélhetőleg mindenkinek sikerül ehhez alkalmazkodni, de tényleg tudatosan kell irányítani a dolgainkat. És mit történhet mondjuk abban az esetben, hogyha begyűrűzik akár a mi életünkbe, vagy a mi településünkre a betegség, a járvány? Akkor tehát biztos, hogy borzasztó nehéz lesz ezt a pozitív szemléletet megtartani. Tehát ha véletlen valaki elindul a lejtőn, akkor mit tehet az tehát abban az esetben, hogy ő ezt megfékezze, vagy megtartsa ezt a pozitív hozzáállását? Na, ez jó kérdés. Én tudom, a világon az egyik legnehezebb dolog a gondolatainkat irányítani, de ez tanulható folyamat. Nagyon jó kis videók vannak, én meleg szeretettel ajánlom Bagdi Emőkét, annyira fantasztikus előadásai vannak, hihetetlen jó. És azt szeretném mondani, ha el is érünk, ne adj Isten, oda, hogy begyűrűzik hozzánk a betegség maga, és lesz olyan embertársunk itt, rokonunk, ismerősünk, aki megbetegszik, mi addig még van időnk, és még fel tudjuk készíteni magunkat, és addig még tudunk olyan erőforrásokat, olyan kapacitásokat megmozgatni, amelyek vissza fognak tartani bennünket, és nem fogunk elindulni a lejtőn. Mondom, minden új helyzet, minden új stresszforrás azért hat ránk elég erőteljesen, és kétségbe esünk. És szabad is kétségbe esni, csak nem szabad sokáig benne lenni abban a helyzetben. Mint mondtam, minél előbb meg kell szabadulni attól a feszültségtől, sírjuk ki magunkat, üvöltsük ki magunkat, lehet itt dühöngeni is, bármit, kárt ne tegyünk magunkba meg a környezetünkbe, de megszabadulunk a feszültségtől, az nagyon jó, és akkor, ha megszabadultunk a feszültségtől, akkor sikerül nekünk tisztán látni, és láttatni a helyzetben azt, amiben lehet kapaszkodni, és amivel mi túl tudjuk élni, és tudunk segíteni másoknak, meg egymásnak.
Az egészségünkhöz egyáltalán ugye hozzájárul a megfelelő pihenés, a minőségi pihenés. Stressz helyzetben ugye ez más. Később fekszünk, korábban ébredünk, nem tudunk elaludni, forgolódunk, ugye jönnek-mennek a gondolatok, a hírek, az információk a fejünkben. Mit lehet tenni az ügyben, vagy annak az érdekében, hogy viszonylag nyugodt és kiegyensúlyozott maradjon mondjuk a pihenésünk? Nagyon rátapintottál az egyik engemet is érintő lényeges problémára, én is ezzel küzdök. Ha fizikailag le tudjuk fárasztani magunkat, akkor ugye sokkal könnyebben megy az elalvás és a mély alvás. Erre azért szükségünk van tényleg az egészséges életmódhoz, mindenképpen is az egészségünk szinten tartásához mindenképpen kell, hogy az idegrendszerünk pihenjen és aludjunk, minőségi alvásunk legyen, mert ha csak forgolódunk az ágyban és kattognak a fogaskerekek és állandóan tele vagyunk mindenféle zűrzavaros gondolattal, akkor ez nagyon nehezen megy. Nagyon jó relaxációs technikák vannak, és annak az a lényege tulajdonképpen, hogy a fejbőrünktől a talpunkig teljesen ellazítjuk magunkat, tudatosan végigmegyünk minden testrészünkön, a bőrünkön. Szerintem lehet ilyen autogén tréninget találni az interneten is, és azt kell gyakorolni. Mindenkinek ki kellene alakítani azt a saját személyre jellemző módszert, amivel könnyen megy az elalvás, de nem kell magunkat ostorozni azért, hogyha ezt az első pillanatban még nem találjuk meg. Hagyjunk magunknak is időt rá, mert hogyha elkezdünk azon is forogni, hogy már aludnunk kéne, és már tegnap sem, meg tegnap előtt sem tudtam aludni, akkor az nem fog segíteni. Ez egészen biztos. Ha meg fogjuk feszíteni az izmainkat, mint amit javasoltam is, ugye mert az emberi szervezet ez nagyszerűen működik, és hogyha mondjuk lehet valakinél működni fog elalvási technikának, hogy jól megfeszíti az izmait, ellazítja, jól megfeszíti, ellazítja, és addig-addig is a légzésére is odafigyel, hogy szépen el fog tudni aludni, és jól alszik. Tehát meg kell találni ezt. Én azt javaslom egyébként, hogy annak ellenére, hogy teljesen felfordult a napi rutinunk, azt, hogy mikor fekszünk le, azt az éjszakai jól bevált rutint, azt meg kellene tartani. Hogyha valami jól működött, akkor azt meg kell tartani mindenképpen. Kata, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és beszélgettünk erről a témáról. Én is köszönöm a meghívást. Viszontlátásra!